Jó estét kívánok, kedves nézőink! A konkrét mai vendége Radnóti Ákos, a polgármester úr. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Győr városa sok mindenben átalakult 2017-ben, pozitív jelleget kap egyre inkább a város. Város üzemeltetés szempontjából nézzük meg ezt az évet. Ön hogyan értékeli, milyen volt 2017? Jó estét kívánok én is! A 2017-es év egy rendkívül eredményes év volt Győr város számára. A saját területemet illetően nyilván majd a lakosság eldönti, hogy mennyire volt eredményes, viszont nagyon-nagyon sok intézkedés történt, amit megtettünk ebben az évben, és a korábbiakban is, hiszen elkészítettünk már 2 éve egy komoly feladattervet, amit szeretnénk végrehajtani minden évben újdonságokkal kiegészítve, és ebben az évben az EOF-ra is felfűztünk több mindent, hogy a városüzemeltetést felpörgessük a maximumra, de mindenkinek mindig elmondom, hogy az rendben van, hogy volt idén egy nagyszabású rendezvény, jövőre nem lesz, de ettől függetlenül, amit elvártunk ebben az évben, azt továbbra is teljesíteni kell, rendezvény ide vagy rendezvény oda, úgyhogy ez a maximális elvárás minden kollega számára, aki a városüzemeltetés területén dolgozik, és tudjuk, hogy ez egy olyan kényes terület, hiszen hogyha kimegyünk az utcára, közterületekre, itt sosem lehet mindenkinek teljesen jó megoldást találni, mindig lesznek problémák, mindent nem tudunk megoldani, de törekszünk arra, hogy Győr maximálisan jól teljesítsen, és azt gondolom, hogy rengeteg turista, rengeteg sportoló, rengeteg külföldi járt ebben az évben városunkban. Ők megerősítették, hogy nyugat-európai mércével nézve is a város rendkívül dinamikusan fejlődik, és nagyon jó állapotok voltak a közterületeken, parkokon, utak esetében, így van nekik összehasonlítási alap, és nyilván nem dicsértek volna meg bennünket, hogyha ez nem így lett volna, de ettől persze nem dőlünk hátra és nem terünk el, úgyhogy folytatjuk a munkát, és szeretnénk továbbra is maximálisan teljesíteni. A városüzemeltetést nézzük, akkor az egyik sarokpont ugye a parkolás. Ezügyben is tettek fontos lépéseket. Kell valamennyi idő, bizonyos projekteknek be kell fejeződnie, parkolókat ki kell alakítani, parkolóházaknak meg kell épülnie. Hogy zajlik most ez a folyamat? A parkolással mindig van probléma, attól, hogy épülnek a parkolázok, akkor is lesz majd probléma. Rendkívül örvendetes, hogy Győrben most már majdnem mindenkinek 2 autója van, családonként, sőt valakinek 3. is, amivel munkába jár, mondjuk egy kis terautó. Ez különösen a lakótelepek területén okoz problémát. Arról nem viteltünk, hogy a lakótelepek építésekor a 70-es, 80-as években nem voltak előrelátóak, és kisméretű garázsokat építettek, nagyon kevés felszíni parkolót építettek. Én azt gondolom, hogy minden városrészben ezt próbáljuk olvasolni kisebb mennyiségű parkolóhely építésekkel, így volt az Adivárosban, Marszalvárosban. A belváros területén elindult az Ifjász területén egy új parkolóház építése, reményeink szerint jövő ilyenkor meg fog épülni, ami nagyon jó lesz egyrészt, aki a belvárosban lakik, azok számára is, hiszen ők a lakossági bérletükkel meg fognak tudni állni végre normálisan a felszíni parkolók területén. Viszont ha valaki a belvárosban egy nagyon jó helyen lévő parkolóház lesz, ez akár a színházban, vagy Filharmóniára, vagy egyszerűen csak sétálni, vásárolni, egy központi hely lesz. Döröm számomra az is, hogy a vásárcsarnok területén is elindul a fejlesztés, hiszen a vásárcsarnok is meg fog újulni, méltó körülmények lesznek, és mellett ugye tudjuk, ott is nagyon sok parkolási probléma van, ott is egy parkolólemez fog épülni. És hátra van további 2 parkolólemez építése, a Kuopio Parkinál ugye a tervezés elindult, illetve a kórház területén is örvendetes, hogy ott is szintén parkolólemez fog épülni. Tehát Győrben lényegében 4 jelentős fejlesztésről beszélhetünk, azért ez nem akármi, hiszen van benne olyan fejlesztés, amit az önkormányzat 100%-os megköltségvetési támogatásából fog majd tudni megvalósulni. Én azt gondolom, hogy egy kicsit legyünk még türelemmel, hiszen ezek most indultak el, lényegében 2 év, maximum 3 év múlva mindegyik rendelkezésre fog állni. Több mint 1000 parkolóhelyről beszélünk, ami egy jelentős szám. És oda teszem, hogy ugye nem csak a belvárosról beszélünk, hanem más városrészen, Adivárost és Nádorváros egy részét is fogja ez jelentősen érinteni. Úgyhogy az önkormányzat hozzáállása abszolút pozitív ezen a téren. A lakosságtól még ezt a néhány év türelmet kérjük, és higgyék el, utána sokkal könnyebb lesz parkolni. Ugye ez nagyon fontos, hogy legyen parkolóhely, minél több parkolóhely, viszont az autósok fegyelmezettsége is számít. Itt most arra gondolok, hogy bizony a belvárosban tapasztaljuk, látjuk, nem biztos, hogy úgy parkolnak, és nem biztos, hogy olyan helyen, illetve hát vannak azért furcsaságok, amik ebben az évben elhangozottak, hogy például valaki büntetést kapott, és más egyel kiváltotta. Ebben is erősödött a város, ha jól tudom, akkor többet ellenőriznek, és nagyobb az intervallum egy napon belül, hogy mekkora az ellenőrzési idő?
Nyilván valahol kirívó szabálytalanságok vannak egyrészt a fizetőparkolók területén, sőt, akár csalások is előfordulnak, ott azok ki vannak vizsgálva, sőt, ugye fejleszteni fogjuk a parkolóórákat is, hiszen a jövőben lesznek olyan parkolóórák, ahol a rendszámot kell majd beütni, ezzel kiszűrhető az, hogy egy jegy továbbadható legyen. Másrészt, ahol annyira kirívó szabálytalanságokat csinálnak, mint például a világpiac területén, ahol ugye egyrészt behajtani tilos terület van, forgalmas autóbusz közlekedési útvonal, és ha ott elfoglalják a járdát vagy az úttestet, és nem tud emiatt az autóbusz tovább menni a dolgát tisztességesen végezni, na teljesen egyértelmű, hogy a leghatározottabb szigorra van szükség, nem beszélve arról, hogy az elkövetők jelentős része külföldi, elsősorban szlovák állampolgár. Azt gondolom, hogy aki idejön valaki Szlovákiából, illik tiszteletben tartani az itthoni szabályokat, a kereszt nem túl bonyolult, hiszen mindenki számára majdnem minden országban ugyanazt jelentik a táblák, úgyhogy ők is nagyon jól tudnak, hogy egyrészt nem is szabad bizonyos területre behajtani, másrészt megállni sem lehetne és várakozni sem azon a területen, tehát higgyel mindenki, hogy rendszeres ellenőrzés van, még ha adott percben valaki arra jár, nem biztos, hogy tapasztalja, de a közterületfelügyelők folyamatosan kint vannak, és a lakosságtól is beérkeznek a leghatározottabb kérések, ott mindenképpen ellenőrzésekre kerül sor. Tény, hogy azért advent idején van némi önmérséklet a felügyelet részéről, és hiszen ez az időszak nem arról szól, hogy most bírságolni kell folyamatosan. Tudjuk, hogy most még valóban nehezebb a parkolás Győr belvárosában, de a legkirívóbb esetekben mindenképpen intézkedések vannak. Egyébként ez meghozta az eredményet, hogyan tapasztalják? Bizonyára már azért látható, hogy volt eredmény annak, hogy este tízig ellenőriznek már a közterületfelügyelet. Este tízig, sőt nagyon sokszor egyébként felváltva később is kint vannak. Bizonyos időszakokban ez cserélődik, hogy meddig vannak kint. Egyértelmű, hogy ez látható, hiszen korábban, amíg nem volt létszámbővítés, sem sokkal rövidebb ideig voltak, de a lakosságtól is kérés volt, hogy folyamatosan, ahol elfoglalják a kapubejárót, ahol fölállnak zöld terület, ahol járdán parkolnak, ott mindenképpen történjenek intézkedések. Ez nem megy más, hogy mint hogy ki kellett a időt szorítani, de azt kell mondanom, hogy tisztességesen végzik a dolgokat, hiszen a közterületfelügyelet nem egyszerű munka a közterületfelügyelőnek sem, de lényegében nagyon kevés probléma van és panasz. Nyilván senki nem örül annak, hogyha bírságot kap, de azt gondolom, hogy ha talán egyszer valaki mégis elkövet valamit, még egyszer nem fogja ezt megtenni. És azt gondolom, hogy ha Győrbe javulni fog a parkolási helyzet, egyre kevésbé lesznek rákényszerülve arra, hogy szabálytalan helyen megálljanak. Másrészt vannak azért ennél jóval szigorúbb büntetési intézkedések az ország többi területén, ami Győrben mi szándékosan azért nem óhajtunk alkalmazni, hiszen nagyon sok egyéb közlekedési szabálysértés esetén is lehetne eljárni, például valaki forgalomban szembe áll, meg nem is sorolom, tehát azért Győrben van némi önmérséket, és nem is emelkedik a bírságok száma a közlekedési szabálysértések területén, hiszen a lakosság szeretnénk együttműködni, és sokszor figyelmeztetésre kerül sor, nem is egyből bírságra, tehát tudatosan alkalmaz van, hogy folyamatosan, arányosan történjen a fegyelmezés. Ami még tapasztalható, és a személyes tapasztalat is, hogy a parkolási díjak miatt ugye emelzónák is vannak, itt azért 400 forint per óra, és emiatt jobban cserélődnek az autók. Tehát én azt látom, hogy azért gyakrabban lehet helyet találni, hiszen ha valaki bejön intézni a dolgait, akkor tényleg csak az alatt, a fél óra alatt megpróbálja elintézni, aztán már is megy tovább. Ez egy véletlenszerű dolog, vagy önök is ezt tapasztalják, hogy nagyobb a mozgás ilyen szempontból? Parkolási díjak kérdés az mindig érdekes, hiszen Győrben többfajta díjszabás van, egyrészt vannak mélygarázsok, parkolóházak, illetve felszíni parkolási lehetőségek, illetve vannak magántulajdonban lévő garázsok, parkolóhelyek. Folyamatosan mi vizsgáljuk, felülvizsgáljuk a díjakat, viszont továbbra is azt mondom, a Dunakaputéri mélygarázsban rendkívül kedvező áron lehet parkolni, nagyon jó a kihasználtsága, de ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Jókai parkolóházat, vagy az Arabona parkolóházat a Révai utcánál, hiszen ott is a kihasználtsága jó, de még vannak szabad helyek. Sokkal inkább megéri beparkolni ott, mint hogy valaki 5-6 kört megtesz. Ugye ezt tapasztaljuk, visszajelzések vannak, kutattuk, tudjuk, hogy nagyon kényelmes mindenki, nem akar senki sem gyalogolni 3 métert, viszont 3 méternél többet, viszont ez nem működik. Tehát mindenhol nem lesznek parkolóhelyek, nem fogjuk ledózerolni a zöld területeket, nem fogjuk a házak tövét is telenyomni parkolóhelyekkel, hiszen van arra is igény, hogy megmaradjanak a zöld területek. Tehát kompromisszumot kell találni, így van ez a Coop Jó Park esetében is, egyszerűen meg kell
kell érteni a lakosságnak, hogy a diváros területén nincs több olyan hely, ahol tudnánk parkolólemezt építeni, és egyúttal a zöld területet annyira jelentősen megújítanánk, hogy az sokkal szebb állapotban lenne, mint most. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol máshogy nem lehet megoldani, viszont a parkolási díjakat tekintve a lakossági bérletek ára rendkívül olcsó Győrben. Tehát például Debrecenben 4-szeres áron van Székesfehérváron 2-szeresen, ez az évi maximum 4000 forint, ez rendkívül kedvező állat. Azt hiszem, hogyha valaki egy autót megtankol, körülbelül fele tankkal áráról beszélünk. És adott esetben, hogyha ki kell fizetni egy parkolási díjat, hiszen bátran bevezette Győrbe egy nagy áruház is a parkolójába, hát nem dőlt össze a világ. Azt gondolom, hogy aki el tud menni moziba több ezer forintért, még ha van ott ingyenesség, vagy hogyha vásárolni és bemegy 1-200 forintot a parkolási díjért, mindenhol ki kell fizetni. Ez külföldön is így van, ha elmegyünk ott sokszorosra, de így van ez, hogyha elmegyünk Budapestre, Székesfehérre vagy Balatonra, nem is beszélve arról, hogy ott mind egész nap, 24 órán át vannak fizetős parkolóhelyek, magasabb díjtétellel, és még hétvégén vasárnap is mondjuk. Tehát azt gondolom, hogy Győrben azért vannak kedvező díjak, sőt a Széchenyi híd alatti terület környékén rendkívül kedvező, úgymond peremkerületi bérletes árakat nyitottunk, tehát ott is havi szinten, ha bejön valaki dolgozni, egy fedett parkolóhelyet kap, most bővítettük 44 további helyet, 3900 forint egy rendkívül kedvező ár. Az árak várhatóan nem is változnak, ez mindenképpen jó hír. Elképzelhető, hogy az árakban lesz változás, de ez nem azt jelenti, hogy csak drágulás lesz, van, ahol esetleg olcsóbb is tud lenni a díj. A polgármester úr, 2018, mik a legfontosabb tervei, amit mindenképpen akár városüzemeltetés szempontjából, vagy akár más győri szempontból meg szeretne valósítani? A városüzemeltetésben elkezdtünk több zöld terület megújítását, ez így van nem csak a belvárosi területeken, hanem akár Hadivárosban vagy Nádorvárosban. Ugye a körforgalmak felújítása továbbra is haladni fog, hiszen ebben az évben is 4 körforgalmat újítottunk meg. Ez biztos, hogy így folytatódni fog, ugye örömteli, hogy számtalan helyen megy az útépítés a városban, hol önkormányzati beruházásként, lásd a Szauter utcának a bővítése, körforgalom, a temető melletti út, vannak állami beruházások, keleti elkerülő, 83-as bevezető út, ott is ugye új körforgalmak jönnek létre, majd szeretnénk a tartalmán azon is dolgozni. Szeretném azért a lakosság türelmét is kérni, hiszen nyilván egy útépítés kellemetlenséggel jár, ez mindenkinek, egyrészt aki ott lakik, meg másrészt olyan útvonalakról van szó, hogy valaki mindenképpen azon az útvonalon egy év során biztos, hogy keresztül halad. Viszont ugye azért ne felejtsük el, sok-sok évig ment a siránkozás, hogy mikor fog elkészülni a metró környékén a balesetveszélyes csomópont. Na hát most végre megvan, bírjuk már ki ezt a kis időszakot, hogy elkészül, hiszen rohamtempóban épül így is. Türelmet kérek mindenkitől. Önkívül számta jelentős beruházás lesz, amit már bejelentettünk. A zöld területeket illetően ugye a faültetési program, amit idén bejelentettünk, egy nagyon jelentős program. Sokszor elhangzott kritikaként, egy Győrbe sok fa kivágásra kerül. Hát természetesen olyan fák, amit most is majdnem rádölt valakire, illetve az autóját megrongálta, ki kell vágni, ez nem vita kérdése vagy vita tárgya. Történik fakivágás, de a fa kivágás helyett a faültetés sokszorosa. Tehát ebben az évben is 1000 fát ültetünk el, 2 kis erdőt létrehozunk az Aranypart területén, illetve Kisbácsán ez már meg is történt. Jövőben Marcalváros területén is lesz egy újabb kis erdő 2 területen, és ilyen jelentős mértékű faültetés, ez nagyon nagy számokról beszélünk, ezt is folytatni szeretnénk. Öntöző rendszerek fognak kiépülni további helyszínen, hogy még szebb zöld legyen a közterület, illetve hát folytatjuk a szobrok, műemlékek megújítását, mert szökőkutakra is vonatkozik, hiszen ebben az évben is több ilyenre sor került, talán emlékszünk rá, hogy megújult már tavaly előtt is, elkezdtük a Vénusz szoborral, a Radó-szigeten, a Megyeházatér szökőkúttal, idén folytattuk a Bizinger sétányon a Fauna és Nymphák, vagy a Rába Hotel előtti csobogóval, illetve egy új szökőkutat is elhelyeztünk a Rába és Duna találkozásánál. Vannak, még tudjuk, hogy melyik szökőkutakat, szobrokat kell felújítani, ezeket is meg fogjuk csinálni, és a virágosítás is olyan ütemben folytatódik, ebben az évben több mint 100 000 palántát helyeztünk ki, a jövő évben is folytatni fogjuk, tehát Győr az egyik legvirágosabb és legzöldebb város Magyarországon. Ezt nem csak én mondom, mert jól hangzik, hanem egyszerűen elismerték szakemberek oklevelekkel, díjakkal, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt folytatni kell. Feladat akkor lesz bőven, ehhez kívánok sok energiát, és a munkatársaim nevében áldott és békés karácsonyt és boldog új esztendőt. Köszönöm szépen, én is viszont kívánom mindenkinek. Köszönjük, és kedves nézőink, természetesen konkrét még hétfőn is lesz, akkor is várjuk Önöket, viszontlátásra.